A pályázatra óvodások, általános és középiskolások, illetve felnőttek jelentkezhetnek három kategóriában. A képzőművészeti kategória az Entai csata képekben címet viseli, a fogalmazásírás kategóriában a 320 éves Zentai csata címmel írhatnak a pályázók, az esszéket pedig az elfelejtett Zentai csata címmel várják a szervezők a harmadik kategóriában. Úgy gondoljuk, hogy ennek révén a zentai identitás egy új fényben kerülhet, és egy olyan elfelejtett vagy kevésbé fontosnak tartott értékek kerülnek felszínre, vagy próbálunk felszínre hozni ez a pályázati kiírás révén, amellyel egyfajta pozitív gondolkodást, kritikai szemléletet tudunk elindítani önmagunkról és a környezetünkről. A zentai csatával kapcsolatos könyveket a történelmi levéltárban találhatják meg az érdeklődők, ahol bele is lapozhatnak a kiadványokba. A pályázat minden egyes résztvevő számára állunk rendelkezésre, hogy ezekbe a könyveket elolvassák, belenézzenek, és egyfajta forrást, illetve hát ihletet nyújtson nekik a munkájuk készítése során. A legjobb pályamunkákat értékes díjakkal jutalmazzák. Díjakat a kategóriánként a különböző intézmények ajánlották fel. A Durzolajos Oktatási Művelődési Központ, a Fórum Könyvkiadó, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, és igen, értékes könyvekről van szó. A pályamunkákat június 30-áig várják a Durzolajos Művelődési Oktatási Központ posta címére. Bővebb információ a Zentai Városi Könyvtárban kapható Juhász Lassó Kornéliánál a képernyőn látható telefonszámon.